de qué cosas hablamos, estando en nuestro sitio especial. Conversar de moda, chicos, música y vacaciones. Mercedes ismerem már, hát egy jó ideje, azt hiszem, már nagyjából 2 éve ismerjük egymást, és kezdettől fogva olyan volt, mint nem is tudom, mint amikor megismersz valakit, és rögtön szimpatikus lesz neked. Hihetetlenül jó barát. Mindig azt mondom, hogy ő egyszerűen beragyogja a világot, és olyan tiszta, és őszinte, és ártatlan, nagyon szeretem. Ezért szeretnék mindig segíteni neki, és vigyázni rá tőle, sokat kapok, és próbálom ezt visszaadni neki, szóval azért igyekszünk vigyázni egymásra. Az biztos sokat segített, hogy közös öltözőben vagyunk, szóval már csak emiatt is elég sok időt töltünk együtt. Két jelenet között elég sokat beszélgetünk, persze nem sok időnk van átöltözni, de azért mindig találunk időt a csevegésre. Sok mindent megosztunk egymással, személyes dolgokat, a tapasztalatainkat, ő egy igazi szuper barátnő. Tini mindig falazni szokott nekem. Például van, hogy bent vagyok az öltözőben, és valami bajom van, mondjuk épp sírdogálok, mert elég érzékeny vagyok. Ő pedig azt mondja, várjatok, van egy kis gond, még nem vagyok kész teljesen, miközben már vagy 20 perc elkészült, csak az én lelkemet ápolgatja. Elég csak egymásra néznünk, és tudjuk, mire gondol a másik. Például csak rápillantok, és már mondja is igen-igen szerintem is. Elég csak egymásra néznünk. Vége, csapó! Hatalmas különbség van a fikció és a valóság között. A sorozatban utálnunk kell egymást, de a valóságban pont fordítva van. Nagyon szeretjük egymást, ezért néha nehéz felvenni egy-egy jelenetet. Bonyolult, mert amúgy nagyon jól el vagyunk, és csomószor nevetésbe fullad a felvétel, és újra meg újra neki kell futnunk. És néha azt mondjuk egymásnak, várj, nem megy, nem tudok ilyen lenni veled. Értitek? Nagyon sajnálom, hogy nem érted meg. Ez csak te hiszed, lúzer! Az a fajta ember, akire bármikor számíthatsz, éjjel 2-kor, hajnali 4-kor, képes átjönni és azt mondani, kis csaj, melletted vagyok, és segít neked, és meghallgat téged. Amiket mond, mintha a legjobb tanácsokat adná a világon, és imádom őt hallgatni, annyira intelligens ember, és örülök, hogy ismerhetem, nagyon jó a barátjának lenni. Szeretem, hogy a kollégám egyben a jó barátom is, mert én biztonságban érzem magam, és így mindig önmagam tudom adni. Nagyon örülök neki, és tényleg nagyon boldog. Boldog vagyok, hogy ismerem őt. Nagyon szeretem őt, és remélem mindig mellettem lesz. Innen is puszilak. Mua. Imádlak, és olyan jó, hogy megismerhettelek. A legjobbakat kívánom neked az életben, a jövőhöz, és mindenhez, amibe csak belefogsz. Szeretlek. Mua.